Sziasztok kriptofejek, ez a Kriptopercek, a kriptoakadémia.com napi hír összefoglalója. Én Györfi András vagyok, csapjunk bele! A reggeli kriptokakaóban említettem, hogy megsúroltuk, sőt meg is haladtuk bő 150 dollárral a 29 ezret, aminek most nagyon kell örülni. Azóta viszont sajnos egy picit visszahúzódtunk. Szokták mondani, hogy minden csoda három napig tart, tehát ez esetben nagyjából két órán tartott ez a csoda, de szerintem aggodalomra, ha nem is semmi, de legalábbis sok ok nincs. Ugyanis megvan a momentum, gondoljatok bele, hogy mind a makró környezetünkben, mind a kriptóházatáján mi minden történik. Lásd az amerikai ellehetetlenítési kísérlet, és ennek ellenére, ha nem is töretlenül megyünk fölfelé, de a vak is látja, hogy van egy momentum a piacban, ez megkérdőjelezhetetlen. Na és akkor lássuk is ezt a bizonyos kellemetlen körülményt. A Coinbase, a Binance, a Tron és még egy sor egyéb kriptó cég ellen indított különböző eljárásokat az amerikai állam gyakorlatilag, és annak különböző szabályozó szervei, Securities and Exchange Commission és így tovább. A cél egyre inkább úgy tűnik, hogy ha nem is a teljes ellehetetlenítés, de mindenképp a dolgunk megnehezítése, és túl azon, hogy ez mennyire nem sportszerű, mert persze miket beszélek, ezt nem is várhatjuk el. Tehát, hogy minden mellett, hogy ízléstelen az egész, fogalmazzunk diplomatikusan, azért ez tényleg egy probléma, ugyanis, hogyha elvágják a kriptóipart a hagyományos bankrendszerektől, mert pedig úgy tűnik, hogy ez is a cél, az kellemetlen lehet, hiszen hiába egy új pénzvilágot akar megteremteni a kriptokvázi, ezért még jó darabig szükségünk van a klasszikus bankrendszerre, mint átjárási kapura a fiat világába. Úgyhogy fontos lenne, hogy banki szolgáltatásokhoz továbbra is hozzáférjen a kriptoipar, de most ez egyre nehezebbé kezd válni. Ugyanakkor a SEC első embere Gary Gensler, nem mellesleg professzorként bitcoinról és blokklánc technológiáról tanított éveken át, de ő azt mondja, hogy nincs szükség szabályozásra, mármint új szabályozásra, mert a meglévő kriptoszabályozás úgy jó, ahogy van. Az egyik központi témája ezeknek a vitáknak mindig az, hogy ez egy értékpapír vagy nem értékpapír, tehát magyarul, hogy milyen besorolást kell, hogy kapjon egy-egy kriptopénz. Tudni illik, teljesen más szabályok vonatkoznak egy értékpapírra, mint például egy úgynevezett árucikre. A bitcoin kapcsán is régóta megy a vita, hogy ez egy árucik vagy nem, ahogy az éter és sok egyéb kriptopénz kapcsán is. A bitcoint most egyre inkább tán árucikként tekinti a világ, vagy a joga amennyire tekinti, mármint értelmezi. Egyebek kapcsán viszont áll a kérdés, hogy ez most értékpapír vagy nem. Ez az egyik kérdés a másik, hogy milyen engedélyekkel rendelkeznek, mármint nem az egyes kriptopénzek, hanem a kripto cégek, mint például a Binance, és milyen engedélyekkel nem. Ugyanakkor, ugyanakkor az Gary Gensler is megerősítette, hogy ezt ők döntik el, hogy mi az az értékpapír, és mi a mi nem értékpapír, tehát a gyeplőt azért ő is hangsúlyozta, hogy ezt nem adják ki a kezükből. Egy szó mint száz azért hoztam ezt a hírt nektek, mert jól látszik, hogy van azért egy erős szövetségese a kriptóiparnak, és ez Gary Gensler, aki azért nagyon magas pozícióban van. Hát ő a Securities and Exchange Commission első embere, úgyhogy ez jó hír. Na de visszatérve az árfolyamra, Ugye most, hogy egy picit megint meglódultunk, sokan kérdezgetik, hogy vajon meddig mehetünk el. A ma reggeli kakaó alá még egy kvázi tipjátékot is hirdettem, és sokan elmondtátok, hogy mire számítotok. Van, aki 35-et, volt, aki 40-et mondott, volt, aki azt mondta, hogy 17 és 30 között fogunk oldalazgatni. A következő negyed évben erre vonatkozott a kérdés. Én azt mondom, hogy benne van a pakliban a 30, de lehet, hogy akár hogy a 40 is benne van a következő hetekben és a következő három, sor, három hónap során, de mindemellett, hogy bennem is megvan az egészséges optimizmus, azért óvatosságra intenék mindenkit. Pont a minap gondolkodtam el, hát nem is az életemen, de az elmúlt éveken, egész pontosan az AI térnyerése kapcsán. Nem akarok elveszni a részletekbe és hosszú sztorizgatásba kezdeni, de ugye most Elon Musk és többen is a mesterséges intelligencia ha nem is leállítását szorgalmazzák, de azt, hogy tartsuk egy kis szünetet, hogy legalább 6 hónapig ne legyen komoly új fejlesztés, egy újabb verziója akár a chatgpt nek akár másnak ne jöjjön elő. És a következő gondolat futott át a kis fejemben, hogy Ugyan már ez badarság, hiszen elképzelhetetlen, hogy egy gép elszabaduljon és egy szoftver ellenünk forduljon, de aztán emlékeztettem magamat, hogy vajon 4-5 évvel ezelőtt gondoltam volna, hogy két évre bezárkózik a világ, mert jön egy vírus, ami globális járványt okoz, és tízezrek halnak meg. Valószínűleg nem. Aztán emlékeztettem magam még valamire, hogy vajon tavaly január, pontosabban február előtt gondoltam volna, hogy ugyanazok a tankok, amik a világháború idején keresztbe kasul tönkre baszták Európát, azok újra megindulnak, és egy olyan háború robban ki, amit a második világháború óta nem láttunk. Hát nem gondoltam volna, hogy most jön a következő kérdés, gondolom most, feltételezhetem most, hogy gondolnám most, hogy egy mesterséges intelligencia elszabadul? Ugyanakkor ezt a kérdést tovább kell vinni, gondolhatjuk, hogy valamilyen előre, vagy legalábbis a többségünk számára előre nem látott gazdasági probléma, mind a hagyományos gazdaságot, mind a kriptoipart a padlóra küldi ismét. Nem tudjuk. Azt akarom ebből kihozni, és ezzel le is zárom, hogy iszonyatosan bizonytalan időket élünk. Tényleg már szinte egy hétre se nagyon tudunk előre látni, és ez nagyon gáz, ez van, úgyhogy legyetek óvatosak az árfolyamjóslatok, és a bitcoinnal kapcsolatos optimizmus esetében is, de ettől függetlenül én leszek a legboldogabb, hogyha tényleg elmegyünk 40 ezerig. Hiszek benne, benne van a pakliba, de a bizonytalanság az most óriási. Na és akkor zárásképp egy szolgálati közlemény, a Crypto Akadémia Gaming minden hónap első hétfőjén úgynevezett Town Hall meetinget tart, amikor is, hogyha érdekel a kripto és a gaming, a Web3 világa, akkor mindent megtudhatsz erről, egy havi összegzőt tartanak. Érdemes belépni a Discord csatornájukra, beteszem a linket a leírásba. Fontos, hogy állítsátok magyar nyelvre a Discordot, és akkor így fogjátok látni az összes szolgáltatást, funkciót, tartalmat, amit a Kripto Akadémia Gaming csinált. A következő jövő hét hétfőn lesz 8 órakor, mindenképp nézzétek meg ugyanis ha érdekel egy picit is a kriptó és a gaming keresztmetszete, vagy pontosabban közös halmaza, akkor ez az esemény tutira neked szól, úgyhogy menjetek el mindenképp a link a leírásban, ott lesz. Legyetek óvatosak, de az optimizmusotokat se veszítsétek el, én is erre törekszem. Végezetül iratkozzatok fel, kövessetek a TikTokon, és csatlakozzatok a Discord közösségünk köz, mármint nem csak a Crypto Akadémia Gaming Discordjához, hanem a Crypto Akadémia Discordjához is, és természetesen találkozunk még holnap a péntek reggeli napindító műsorunkban a Crypto Kakaóban.